Az aszály már a téli időszakban jelentkezett, de a repce, az akác és a hás tekintetében szerencsénk volt, mondta el stábunknak a Baranyai Méhészeti Szaktanácsadó. Máj Gábor az idei szezont értékelve elmondta, hogy a mézelést megelőzően elegendő csapadék érkezett a régióba, így mind minőségben, mind mennyiségben nagyon jó terméssel zárhatnak idén a méhészek a Dél-Dunántúlon. Akácból azt el tudjuk mondani, hogy az elmúlt 10 év legjobb termése, mind mennyiségben, mind pedig minőségben, és a hársnál pedig én megkockáztatom, hogy az elmúlt 20 év legjobb termése született a megyében, illetve itt a Dél-Dunántúli régióban. Az aszály majd a későbbiekben jelentkezett, leginkább a napraforgónál. A méhek is jól teleltek idén, a térségben nem tapasztaltak nagymértékű elhullást. Ez most elsősorban a mezőgazdászoknak köszönhető, akik láthatóan jobban odafigyelnek a méhekre saját növénykultúrájuk gondozása közben, véli a szakember. A körülmények is egy kicsit kedvezőbbek voltak, hiszen hogyha megtörténik egy növényvédelmi kezelés, ami szükséges akár repcénél, akár a napraforgónál, és jön egy csapadékosabb idő vagy etap, akkor higul ugye a vegyszernek a mennyisége, és ennek következtében nem volt jellemző, és nem is történt bejelentés méh elhullás tekintetében. Most a méhészeknek arra kell odafigyelniük, hogy a mezőgazdaságot nagymértékben sújtó aszály a méheket is veszélyeztetheti. Fontos a folyamatos itatás, ezzel segíthetik a rovarok következő telelését. A kevés csapadék miatt azonban több lágyszárú növény kiszáradt, így nincs elég virágpor, ami még gondot okozhat a hideg időszakban.